Kár tagadni, ahogy a nők, úgy a férfiak is nehezen néznek szembe az idő múlásával. A háttérben megbúvó egészségügyi problémák könnyen megkeseríthetik a 40 év feletti férfiak életét is. Tabu témaként kezelik sokszor a férfiak és hozzátartozói is, hogy a kelleténél többször fáj a feje, merevedési zavarokkal küzd, vagy éppen a napján se tudja annak, mikor volt vidám és gondtalan élete, mert a stressz már mindennapos és sokszor megszokott tényező. Ezen tényezők elhanyagolása és utolsó utáni pillanatban való kórházi kezelése már sok esetben nem tud 100%-os felépülést jelenteni, mondták a Tolna megyei Balassa János kórház orvosai. Sokszor hallunk róla, hogy több lelki és testi megbetegedés kiváltó oka a stressz. A számok is igazolják mindezt. Hazánkban a 2000-es évektől másfélszer annyi 35 és 40 év közötti, és kétszer annyi 40 és 50 év közötti férfi hal meg, mint a 70-es és 80-as években. A krónikus stressz fennállása, vagy a krónikus stressz ellen való cselekvőképesség csökkenése számos olyan lelki megbetegedés okozója, amelyeket csak nemrég fedezett fel az orvostudomány. Én azt gondolom, hogy ami a normális övezetbe tartozik, és nem tekintjük patológiának, de szinte minden férfit érint, az az úgynevezett státusz-szindróma. Hogy mit is foglal ez magában? Tehát a férfiaknak az a természetes sorrendje, ahova ők magukat helyezik, és ahova egy társadalom helyezi őket. Ez általában feszültséggel jár, és egész életre egy hajtóerőt jelent. Az, hogy ahova ő elképzeli magát, azt a pozíciót megszerezze. Természetesen ezt nem egyedül járja ezt az utat, hanem mindig van, vagy nagyon gyakran van egy segítője, vagy támogatója, ez pedig egy asszony. Ami nagyon különleges és érdekes, hogy a nők által meghatározott helynek a betöltése egy férfi számára egyébként sokkal fontosabb, mint a saját maga által meghatározott státusz. És ez természetesen feszültséget is jelent. Az irritabilis maszkulin szindróma, ami még a normál övezetbe tartozik, nem sorolják jelen pillanatban a betegségek közé, de hogy valahol gyakorlatilag közelít a betegség képéhez. Ezt 2009-ben írták le, és a középkorú férfiaknak a probléma rendszerét övezi fel. Hogy ez mit is jelent? Gyakorlatilag a krónikus stressz, ami nagyon nagy probléma, én azt gondolom, a jelen pillanatban a társadalmakban, a miénkben mindenféleképpen, és a hormonváltozások együttesen létrehoznak egy működési formát, aminek a legfőbb tünetei a frusztrációnak a csökkenése, a frusztrációs toleranciának a csökkenése, egy nagyon érzékeny időszak, amikor mindenre fokozottan reagálnak a férfiak, indulatkezelési problémák, hangulat, ingadozás és a szorongásnak a megjelenése. Hogy ez miben is nyilvánul meg? Gyakorlatilag a hangulat nagyon széles határok között mozog, hol nagyon kedvetlenek és hirtelen boldogság önti el őket, és ehhez ugye nagyon nehezen alkalmazkodik ő maga is, és a környezet is. Sok testi tünet jelentkezik, visszahúzódóbbakká válnak, egyedül próbálnak megoldani problémákat, nem képesek azokra a természetes forrásokra támaszkodni, amik korábban jelen voltak az életükben, itt a családra értek, illetve a munkahelyre próbálok célozni. És hogy ugye, miután mindent egyedül próbálnak megoldani, ebből következően sokkal nagyobb a lehetősége annak, hogy valamilyen kudarcos megoldás következik be. Folyamatosan jelen van az életükben a distressz, illetve a kapcsolati életüknek a megváltozása. Ebben az időszakban sokkal kritikusabbá válnak a párjukkal szemben, úgy érzik, hogy a párjuk akadályozza őket az életük megvalósításában, és hogy nagyon gyakran ebben az időszakban szakadnak szét a családok. És gyakorlatilag magányos harcosként, vagy egy másik pár mellett próbálják megtalálni az életüket.
Ebben az időszakban sokkal gyakoribb a kockázatkereső magatartás. Gyorshajtás, olyan sportoknak a kipróbálása, amit még korábban soha nem próbáltak ki, illetve gyakrabban megjelenik a gyógyszerhasználat, az alkohol fogyasztási szokásoknak a megváltozása, illetve különböző drogoknak a kipróbálása. Amikor a férfiak egészségéről, a férfiak támogatásáról beszélünk, akkor érdemes megjegyeznünk, hogy fontos védőfaktor a család, a családban betöltött helyük. A gyermek négyszeres faktort jelent a védelemben, a nők pedig ötszörös védőfaktort jelentenek. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a férfiak, akik családban élnek, és gyermekük is van, sokkal egészségesebbek, sokkal hajlékonyabbak, sokkal inkább képesek megküzdeni a betegségekkel, mint azok, akik egyedülállóak, vagy egyedül élnek, és nincsen körülöttük család. Tulajdonképpen 40-45 év körül, hogyha nincs panasza, akkor is menjen el egy konzultációra. Nem kell félni. Tehát egy urológiai vizsgálat, amit a legjobban félnek a prostata vizsgálat, az nem fájdalmas vizsgálat. Kivéve akkor, hogyha egy akut gyulladás van, de az tulajdonképpen ettől eltekintve nem egy fájdalmas vizsgálat, inkább kellemetlen. Tulajdonképpen pár másodperc alatt megvan, és ezt úgy is szoktuk csinálni, hogy a vizsgálatnak az elejére tesszük tulajdonképpen, hogy amikor bejön a beteg, látszik rajta, hogy feszült, látszik, hogy ideges. Ezen minél hamarabb essen át. Minél hamarabb jusson túl rajta, és akkor utána már megnyugszik. Évente egyszer kell elmenni, hogyha nincsen semmi gond, nincsen panasz, és ami a legfontosabb, kikérdezzük a beteget. Tehát nem arról van szó, hogy bejön prostatavizsgálat, vizeletvizsgálat, és hazamegy. Megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik, tehát mik azok a tényezők, ami belejátszik abba, hogy ő neki esetleg problémája lehet. Ülőmunkával foglalkozik, mivel foglalkoznak, mivel sportolnak, milyen a szexuális szokásuk. És itt rákérdezünk arra is, hogy van esetleg merevedési problémájuk, valamilyen ejakulációs problémájuk, mert nem merik elmondani nyilván, de nekünk az a feladatunk, minél hamarabb feloldjuk a feszültséget és rákérdezni. Legfontosabb az, hogy minél hamarabb elmenjen. Minél hamarabb elmenjen, amikor valamit úgy érez, hogy nem megfelelő a vizeléssel, esetleg más alhasi problémát érez, menjen el orvoshoz, ott átbeszéljük, hogy mik vannak, milyen lehetőségek vannak, a vizsgálat függvényébe kiderül, hogy van-e valamilyen akut gyulladása, valamilyen életmódi változást tudunk javasolni, attól függően, tehát minden ember más. Nincs két egyforma ember, és nem sablonszerűen kell valakire ráhelyezni, hanem ez az, hogy egyénenként kell ezt megfogalmazni. Gyógyszeres kezelések vannak, hogyha időben van, akkor nagyon jók a kezelések, tehát a daganatos betegségekre is, mindenre, és a krónikus betegségekre is. Helye van a gyógyhatású készítményeknek, helye van a gyógynövényeknek. A főorvos hangsúlyozta, a dohányzás 9-szer gyakrabban okoz hólyagdaganatot azoknál a férfiaknál, akik cigarettáznak, mint azoknál, akik nem. Én el szoktam mondani, hogy egy életen keresztül dolgozik, felépít magának egy egzisztenciát, közben ráfogja a stresszre, hogy dohányozni kell, és amikor oda jut, hogy már élvezné tulajdonképpen az életet, akkor jönnek elő a problémák, akkor jön elő mondjuk, ne adj Isten, egy hólyagdaganat, ami szintén nem jár az elején fájdalommal, csak vérvizeléssel járhat, amit el tudnak bagatelizálni. Egyszer véres volt a vizeletem, utána nem is törődtem vele. Tehát erre még nagyon kell figyelni, és minél hamarabb abba hagyni a dohányzást. Magyarországon a szív- és érrendszeri okok miatt bekövetkező halálozás az európai átlag háromszorosa. A férfiak pedig különösen veszélyeztetettek ebben. 40 éves kor felett ugyanis drámaian megnő a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. Ennek hátterében a már említett túlhajszolt életvitel, a nagyfokú stressz, a rendszertelen étkezés és az egyre kevesebb testmozgás áll. Az alapbetegségek, mint magas vérnyomás, kóros koleszterin szint, cukorbetegség, elhízás, dohányzás, sajnos napi problémait nálunk. Maguk a férfiak itt Magyarországon az orvoshoz járási szokásuk tekintetében sajnos az EU átlaghoz viszonyítva is eléggé hátul kullog, és ez meghatározza az ő életkilátásukat is. Ez azt jelenti, hogy sajnos kevesebb életidőt tudnak tölteni itt Magyarországon a férfiak,
illetve a nők is egyébként, de a nők ilyen tekintetben jobb helyzetben vannak, mint az EU egyéb országai, vagy legfőképpen a nyugati, illetve a mediterrán országokban. Szeretik inkább elfedni, nem beszélni róla, ha van problémájuk, nagy ritkán fordulnak orvoshoz. Általában a feleség szokott segítségre lenni a férfiaknak, akik gyakran találkozok olyan páciensekkel, hogy nem tudom, minek jöttem, az asszony mondta, hogy jöjjek, és tényleg szó szerint az van, hogy bekíséri a férfit, és akkor tudunk vele foglalkozni, miközben súlyos problémákkal küzdenek, magas a vérnyomásuk, esetleg nem bírják úgy a terhelés, mint korábban. Tehát vannak tüneteik, de az orvos az járás sajnos az abszolút nem bevett szokás a férfiak tekintetében itt Magyarországon. Pedig van mit kezelni, foglalkozni, és érdemes is lenne. Itt jelenleg a kardiológiai rehabilitáción Szekszárdon már sajnos súlyos betegségen, infarktuson átesett, vagy szívműtéten átesett betegek vannak. Itt egész pozitív a hozzáállása a férfiaknak, nem tudok különbséget tenni a nőkhöz viszonyítva. Ők ugye belecsöppennek egy ilyenbe, hogy korábban semmi bajuk nem volt, közben volt, csak nem tudtak róla, és kaptak egy szívinfarktust. Ide kerülnek hozzánk. Itt azok a folyamatok mennek végbe, hogy ezek a férfiak visszakerülnek az ő korábbi foglalkozásukba, családba betöltött szerepükbe, és ezt a folyamatot, hogy infarktus van, és újra visszaálljanak a korábbi életükbe, ezt a folyamatot próbáljuk mi lerendezni itt a rehabilitáción. Itt nem látok különbséget, tehát itt egész jó az együttműködés a férfiaknak, betartják az általunk javasolt dolgokat. A későbbiekben szintén van probléma, tehát amikor eltelik az első pár hónap, panaszmentesek, jól érzik magukat, akkor a gyógyszerszedéssel kapcsolatosan mutatkoznak hiányosságok. Az egyik probléma az, hogy valóban jól érzik magukat. Megtörtént ugye a beavatkozás, rehabilitáció, életmentés, eltelik 2-3 hónap, teljes panaszmentesség van, visszaálltak a korábbi funkciójukban, munkahely, család, stb. És úgy érzik, hogy a gyógyszerek nem biztos szükség van. A másik probléma pedig sajnos a negatív propaganda, amit létezik Magyarországon, az a koleszterin csökkentőkkel kapcsolatosan. Sajnos a szomszédtól egyéb fórumokon hallani, hogy ezek a gyógyszerek ezek károsak ránk, és emiatt előszeretettel van az, hogy ezt a gyógyszert ezt mellőzik. Gyakran van, hogy a többit azt szedik, de valahogy mindig kiderül, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszer az elmarad a terápiából. Egyébként ilyen tekintetben is pozitív dolgokra tudok beszámolni, tehát nagyon sok a jól együttműködő páciens. Működik egy rendszer, kapnak időpontot a betegek, visszajönnek kontrollra, labort csináltatnak előre, és ez nagyon jól működik. Az életmódváltás az egy nagyon fontos dolog. Tehát az alapja a prevenciónak, illetve a gyógyítás, tehát az infarktus utáni életnek is. Azt gondolom, hogy rendszeresen például eljárjon a páciens mozogni, a korábbi testsúlyából leadjon, az nagyon fontos része az úgynevezett szekunder prevenciónak. De a primer prevencióban is nagyon fontos szerepet tölt be, és hát a kollégáim megmondhatják, hogy itt nem megy el olyan páciens, akinek nem mondtam volna, hogy változtatni kell az életen, és be kell vezetni a rendszeres testmozgást. Ezt a szakma naponta ajánlja, legalább egy fél-háromnegyed órás időtöltést. Én azt gondolom, hogy a mai világban legalább heti kétszer eljutnának a páciensek valamilyenféle mozgásra, és annak nincs jelentőség, hogy mit csinál az ember. Ott jól érezze magát, elfáradjon, megizzadjon, és kellemes mentális állapotba kerüljen az, hogy kicsi elfáradva. Ez egy nagyon jó dolog lenne. Ennek a megvalósulása ez változó. De valóban változott a trend, tehát manapság sportolni az már nem egy ilyen kirívó dolog. Az ember végigmegy Szekszárdon, és folyamatosan lát futó embereket, és ez egy csodálatos dolog, ugyanis ez nagyon fontos része a prevenciónak. Nem is gondolnánk, hogy a három terület mennyire összefügg. A stressz miatt dohányzunk, és a két tényezőnek nagy mértékben később betudható a merevedési zavar, ami 80%-ban visszavezet a szervi problémákra, amely leggyakrabban éreredetű zavart jelent, vagyis ezt kiváltja például magas vérnyomás. Feltevődik a kérdés, mit tehetünk? Figyeljünk oda testünk apró jelzéseire, ne halogassunk elmenni orvoshoz, megfelelő odafigyeléssel ugyanis számos betegség és kellemetlenség gyorsan orvosolható vagy elkerülhető. Az orvoshoz érve mindig őszintén mondjuk el panaszainkat, így tudnak segíteni, összegezték a szakorvosok.